Ez a Volkswagen Fox egy Magyarországon szinte ismeretlen kis autó, a Volkswagen brazíliai gyárából, onnan exportálták e-példányt is Nyugat-Európába, ahonnan pedig Magyarországra érkezett, és most használt autóként lehet megvásárolni. Ebben a Foxban egy 1,4 literes, 70 lóerős, 3 hengeres turbodízel motor dolgozik. Ez 155 Nm-es nyomatékával egészen jól mozgat, 100 km per órára például nem egész 15 másodperc alatt, a vegyes fogyasztási értéke pedig a gyártó szerint rekord alacsony 4,2 liter. Elképesztően érdekes a Fox utastere, ugyanis csak 4 üléses, viszont a hely kínálatával olyan tágas, hogy ezt akár alsó-közép kategóriás modellek is megirigyelhetnék. A kis autók között méretes, 260 literes a Fox csomagtere, osztás nélküli üléshajtással, de 1 köbméter fölé bővíthető. Egy igen komoly hátránya van ennek az autónak, nincs benne légkondicionáló, így aztán nagyon speciális vevőre vár, olyanra, akit ez nem zavar, viszont kifejezetten olcsó üzemeltetést keres.